Gulat Anita vagyok, nézzétek ti is a Zene Show TV-t! A Magyar Kézilabda Szövetség pénteken délelőtt bemutatta a női válogatott új szövetségi kapitányát, Németh Andrást, akinek a riói olimpiáig szól a megbízatása. A 60 éves mester 1998 és 2005 után harmadszor kapott kapitányi megbízást. Tervezés szakaszában vagyok. Úgy látom, hogy tulajdonképpen meg fogjuk teremteni azt az időt, ami kell egy válogatott életéhez, és nagyon remélem, hogy minden szempontból össze tudunk rakni egy olyan váltottat, amelyik sikeres lehet a magyar női kézilabdában. Az új kapitány stábjából egyenlőre egy név ismert, a válogatott korábbi kapusa Pálinger Katalin csapatmenedzserként, a szövetségi kapitány első számú segítőjeként dolgozik a válogatott mellett. Nagyon meglepődtem, amikor András megkeresett, nyilván nagyon megtisztelőnek is éreztem. Nagyon remélem, hogy ha nem is tudok annyit segíteni, mint ha esetleg a kapuba visszatérnék, azért a tapasztalataimat annyira át tudom adni a csapatnak, akár kapusok terén is, ha csak a felkészülésben tudok annyit segíteni, hogy ebből profitálni fog a válogatott. Pálingert többen a kapuban szerették volna viszont látni, azonban erre kevés az esély. Most csapatmenedzserként tud segíteni, és ez az a feladat, amit 100%-osan el tud látni egyéb teendői mellett. Most már ugye 6,5 hónapos a kislányom, úgyhogy most már elég régóta otthon vagyok, tehát nem vagyok ez az otthonülős típus, úgyhogy maximálisan késznek érzem magam arra, hogy ezt a munkakört ellássam. Motivált vagyok, azt gondolom, hogy össze tudom egyeztetni ezt az anyasággal, illetve a Győrben elvégzett feladataimmal. Úgyhogy tényleg nagyon pozitív vagyok, és várom az első összetartást. A szövetségi kapitánynak a decemberi hazai rendezési világbajnokságig kell egy ütőképes, éremesélyes válogatottat kialakítania. Természetesen az aranyérem megszerzése is szóba került, már csak azért is, mert a kontinens torna első helyezettje a riói olimpiára kvalifikálja magát. Nem lehet neki menni valaminek, hogy nem akarjuk megnyerni, de azért tudni kell a rajtásokat is. Én azt hiszem, abban feltétlenül bízom, hogy egy olyan csapatot fogunk az Európa-bajnokságra összeállítani, amelyik szerethető lesz, amelyiket érdemes lesz majd megnézni, és reméljük, hogy majd jó eredményt is fog elérni. A válogatott márciusban találkozik először az új stáb vezetésével, és március 27-től 29-ig a horvátországi Umagban vesz részt felkészülési tornán. Az ellenfél a házigazdák nemzeti együttese mellett Tunézia és Angola lesz majd.